A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Péter apostol első levele, első részének, első 9 verséből, amit ülve hallgassunk figyelemmel. Péter apostol első levele, első részének az elején így szól Isten igéje. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szolványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus véreivel való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvössége, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünk befogadásán, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, olyan jó tudnunk, hogy te mindannyiunkat pontosan ismersz, tudod, hogy honnan jövünk, tudod, hogy miért vagyunk itt, milyen terheket hordozunk, milyen megoldatlanságokban várjuk a te tanácsodat. Áldunk azért, hogy egyedül te tudsz mindent rólunk, és mégis szeretsz. Magasztalunk téged és valljuk, Uram, az égig él a te szereteted, és a felhőkig a te hűséged. Megvalljuk bűnbánattal, hogy egyáltalán nem érdemeljük ezt a szeretetet. Ha a mi érdemeink szerint cselekednél velünk, csak ítéletet kaphatnánk tőled. De köszönjük, hogy nem úgy bánsz velünk, ahogy megérdemelnénk, hanem a te egyszülött fiadra, Jézusra nézel, és ő érette könyörülsz rajtunk. Olyan nagy szükségünk van a te bűnbocsátó irgalmadra. Sokszor már észre sem vesszük, hogy bántunk téged és egymást, még azokat is, akiket pedig szeretnénk őszintén szeretni. Bocsáss meg, amivel az elmúlt héten vétkeztünk a te parancsaid ellen, és így egymás ellen és önmagunk ellen is. Annál inkább köszönjük, hogy magad elé engedsz minket. Tudjuk, atyánk, hogy a te szereteted vonzott ide is most bennünket. Köszönjük, hogy a hívők sokaságában egy szívvel magasztalhatunk téged. Segíts, hogy ez valóban megtörténjék. És a te szent lelked segítsen el minket igazi bűnlátása és őszinte bűnbánata. És ajándékozz meg minket
a te bocsánatod bizonyosságával is. Szeretnénk másként tovább menni, mint ahogy ide jöttünk. Szeretnénk itt hagyni minden fölösleges terhet, és legfőképpen a bűneinket, és szeretnénk meggazdagodni mennyei kincsekkel, amiket te ígértél és adsz a benned hívőknek. De bevalljuk, atyánk, hogy hinni sem tudunk mi a te segítséged nélkül. Könyörülj rajtunk és bátoríts, hogy bízzunk benned. Így tartjuk most az üres kezeinket, ajándékozz meg minket a te békességeddel, élő reménységgel, ajándékozz meg életet támasztó igéddel, és adj nekünk tanácsot, útmutatást, bátorítást, vigasztalást, vagy vedd el a keménységünket. Kérünk, végezd a te áldott, megváltó, szabadító munkádat mindannyiunk életében. Add, hogy ne hiába legyünk itt. Téged várunk, utánad sóvárog a szívünk, ígéreteidbe kapaszkodunk, kegyelmedben bízunk. Légy irgalmas nékünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Ezt mondja az Úr, a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Ezt mondja könyörülő Urad. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Istenünk, hisszük, hogy te ugyanazon az igén keresztül annyiféle segítséget tudsz adni nekünk, ahányan most itt vagyunk. Könyörgünk szent lelkedért, ő tegye fogékonnyá a szívünket, és tegye könnyűvé a neked való engedelmeskedést, a benned való bizalmat. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Péter apostol első levele, második részének 20. és 21. versében így olvashatjuk. Milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el. Mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Eddig az ige. Kedves testvéreim, Péter leveleit olvassuk most sokan heteken keresztül, bibliaolvasó kalauzunk szerint. A csütörtök esti istentiszteletünkön hallottuk, hogy Péter ezt az első levelét olyan keresztjéneknek írta, akik pogányok között éltek. Kicsi keresztjén közösségek voltak elszórva, ezzel is kezdi a levelet, nagy pogány tengerben. És ezeknek a Krisztus tanítványoknak a gondolkozása, új értékrendje, egész életvitele annyira eltért a körülöttük élő pogányokétól, hogy azok nehezen viselték el őket. Azt olvassuk a levélben, hogy szakadatlanul bántották, rágalmazták, támadták őket. És ez annál nehezebb volt a számukra, mert valamennyien nem régen megtért fiatal hívők voltak még. Nagy szükségük volt bátorításra, tanításra. Az apostol ebben a levélben éppen ezt teszi. Bátorítja őket. Hogyan? Úgy, hogy Jézus Krisztus példáját ragyogtatja föl előttük. Ez a levél tulajdonképpen Jézusról szól. 17-szer fordul elő rövid 4 oldalon Jézus Krisztus neve, és ezen kívül még sokszor úgy nevezi őt meg az apostol, hogy az Úr. Jézus példájával erősíti őket, Jézus példájával biztatja kitartása
és vigasztalja őket sokféle megaláztatásuk között. Mégpedig kétféleképpen. Egyrészt újra és újra emlékezteti a levél olvasóit Jézus nagy tetteire. Mit tett értük Jézus? Ezt nem szabad elfelejteni. Ez az a biztos alap, amire épülhet az ő biztos hitük. Akkor nem fog meginogni, nem válik bizonytalanná soha. Mit tett értük Jézus? És érdekes módon másodikként arra utal gyakran, hogy ha Jézus így, akkor ti is. Vagyis, hogyha ők valóban Krisztus tanítványai akarnak maradni, akkor ők is csak azon az úton járhatnak, amelyiken a Mester megy előttük. Nem lehet a tanítvány sorsa más, mint mesteréjé. De nem fog megérkezni máshova sem, mint ahova Mester. A cél is ugyanaz lesz. Egyrészt tehát azt hangsúlyozza, hogy mit tett értük Jézus, másrészt azt, hogy őnekik is ugyanezen az úton lehet és kell járniuk, és akkor egész biztosan meg fognak maradni. Ezért olvastuk most ezt a kulcsmondatot a levélből, erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ez a nagy lehetősége és feladata minden Krisztusban hívő tanítványnak. Azért nagyon időszerű ennek a levélnek az üzenete, mert mi is pogány tengerben élünk. És akik Jézus Krisztus elkötelezett tanítványai, azokat ma is sokféle támadás, bántás, rágalom veszi körül. Nagyon sokszor tudatlanságból végzik ezt Krisztus ellenségei. Itt is olvassuk a levélben, Péter mintegy csendesíti a szenvedő keresztjéneket, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Jézus is így imádkozott a kereszten ellenségeiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Néha tudják, és nagyon is tudatosan gonoszok, és így támadják Krisztust és az övéit. De sokszor valóban oly nagy a tudatlanság, hogy nem tudják, mit tesznek. Azért híreszteltek ilyen eszement ostobaságokat az első keresztjénekről, hogy vértisznak és szamár fejet tisztelnek. Fogalmuk se volt, hogy mit jelent az úrvacsora, hogy mi történik ott. Csak valamit hallottak, ki tudja hányat szájból, hogy ez az én vérem, igyátok ezt a kelyhet, és ebből a maguk piszkos fantáziájával üzték-fűzték tovább, és mint tényt híreztelték róluk. És ezek ellen a rágalmak ellen a legnehezebb védekezni. Mert nem lehet berendezkednie az áldozatnak arra, hogy állandóan az bizonygatja, hogy én nem gondoltam azt, én nem mondtam azt, én nem tettem azt, én nem azt tettem, hanem más tettem. Ilyen nehéz helyzetben éltek ezek a friss hívők, ezek a fiatal keresztjének. És Péter ezzel a levéllel bátorítani akarja őket. Nos, hogyan lehet bátorítássá a mi számunkra is az, hogyha tudjuk, mit tett értünk Jézus, és hogyha komolyan vesszük, hogy aki az ő elkötelezett tanítványa, az csak azon az úton járhat, amelyen ő. Mit tett értünk Jézus? Péter apostol 4 olyan tényt sorol itt föl, amit úgy elméletileg azt hiszem mindenki tud, aki most itt van, csak ennek a következményeit nem veszük sokszor komolyan. Ez a 4 tény: Jézus meghalt, Jézus feltámadott, elküldte az ő szent lelkét a benne hívőknek, és egyszer majd dicsőségesen megjelenik, amikor az egész világ meglátja őt. Ezeknek a tényeknek, faktumoknak a jelentőségét fejti ki ebben a levélben Péter apostol, és ezzel biztatja a hívőket. Jézus meghalt. Mindjárt a levél legelején, az első mondatban utal ennek a jelentőségére. Amikor felsorolja a címzetteket, ez egy körlevél volt, a szorványban szétszólt keresztjéneknek írta, és írja, hogy hol mindenütt laknak, az előbb hallottuk, olvastam, akiket az Atya elrendelt a Jézus Krisztus véreivel való meghintésre. Ez olyan fontos, hogy a nyitányban már el kell hangoznia. Aztán visszatér erre, és emlékezteti őket arra,
hogy el ne felejtsétek, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Jézus meghalt, ez történeti tény. De miért halt meg? Ezzel bátorítja ezeket a hívőket, azért, mert Isten eleve úgy rendelkezett, hogy így fog segíteni rajtunk. Jézus halála volt az egyetlen elegendő váltságdíj, ami elveszett életünkért, és ő kifizette ezt a váltságdíjat. Aki ezt hiszi, vagyis aki ezt személy szerint önmagára nézve is érvényesnek tekinti és megköszöni, az szabad. Erről is ír, hogy mit jelent ez. Az az ember megmenekült. És ennek az egyik jele az lesz, hogy csüggesztő körülmények között is élő reménység lesz a szívében mindig. De Jézus feltámadt. Mivel Isten nem maradhatott a halálban, ezt is olvastuk a levél elején az imént, hogy Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre szült minket újjá Isten. És az ő feltámadása is faktum, történelmi tény. Ennek éppen Péter volt az egyik első tanúja. És rajta kívül még sokan mások, Pál apostol név szerint felsorolja őket az 1 Korintus 15-ben, hogy több százan látták, hogy meghalt pénteken, és ezek közül több százan találkoztak vele vasárnap meg a következő napokban. Megjelent egyszerre több mint 500 atyafinak, írja az 1 Korintus 15-ben. Menjetek és kérdezzétek meg őket, ha nem hiszitek el. A legtöbben közülük még mindig élnek, írja ezt az 50-es években keletkezett korintusi levélben. Néhányan már meghaltak, de 450 ember nehezen egyezik meg úgy, hogy teljesen azonosan tanúskodjanak valamiről. Kérdezzétek csak meg őket. Jézus feltámadása ugyanúgy tény, mint az ő kereszthalála. Ebben Péter egészen bizonyos. Bizonyosak vagyunk-e mi is? Aztán harmadiknak említi, hogy amikor az Úr Jézus fölment a mennybe, akkor elküldte az ő szent lelkét a benne hívőknek. Nem hagylak titeket árván, vigasztalta őket búcsúzva tőlük. Eljövök hozzátok, az én atyám lelke lakik majd bennetek. És itt is a levél elején tesz utalást erre, hogy a Krisztusnak bennük levő lelke magyarázza nekik a prófétai ígéreteket. A Szentlélek tesz bizonyossá mindenkit arról, hogy Jézus halála helyettünk bemutatott váltsághalál volt, és hogy ő valóban él. És a negyedik, amit említ, hogy akik ezt hiszik, azoknak a számára egészen természetes, hogy van kit várnunk. Nem a világ végét várjuk, hanem várjuk vissza a mennyből a mi dicsőséges Urunkat, aki egyszer majd megjelenik. A megjelenik szó újra és újra, mint egy refrén ismétlődik ebben a levélben. Ezért van nekünk, írja az apostol, élő reménységünk. Olyan szép ez, ahogy biztatja őket, ezért tehát, mint józanok, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Jézus halála, feltámadása, szent lelkének bennünk lakozása, és az ő dicsőséges második eljövetele, ezek azok a pillérek, amikre fölépülhet a keresztény élet. Négy mozdíthatatlan, megbízható, biztos beton tuskó ebben a mocsaras, ingoványos világban, amiben élünk, amikre nyugodtan lehet építkezni. Olyan épületet, ami túlél mindent és kibír minden vihart. Ma, amikor annyi minden bizonytalan, kiszámíthatatlan, álnok és hamis, ami megváltunk, erre a bizonyossága akarja elsegíteni a benne hívőket. Olyan rendíthetetlen bizonyossága, ami feltétlen igazsággal épül az ő kijelentésére, és ezekre a tényekre,
hogy ő meghalt, és ezért halt meg, ő feltámadott, és ma is él és uralkodik, ő az ő szent lelke által jelen van a benne hívőkben, és várhatjuk az ő dicsőséges visszajövetelét. Aki ezt hiszi, annak ez a hit meghatározza az egész életét, múltját, jelenét, jövőjét. Meghatározza a múltját, mert tudhatja, hogy teljes bocsánatot kapott minden bűnére, Jézus vérének érdeméért. Meghatározza a jövőjét, mert egészen bizonyos lehet abban, hogy ez a Jézus egyszer megjelenik, véget vet minden gonoszságnak, és beteljesedik minden ígérete, az övéit pedig magához veszi. És akinek rendben van a múltja, és be van biztosítva a jövője, annak minden energiája megmarad arra, hogy a jelenben helytálljon. Ott és azokban a feladatokban, amikkel az ő ura megbízta. Még ha nehéz körülmények között kezd is, örömmel tudja azokat végezni. Ezért nagyon fontosak ezek az egyébként közismert, de olykor mégis komolyan nem vett tények, amikről itt Péter apostol ebben a levélben ír. És hogyan alkalmazza ezt a levél olvasóira? Ezt tette, értetek, Jézus. És mit jelent az, hogy ti pedig azon az úton járhattok, amelyiken ő előttetek jár? Példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Azt mondja, hogy ha Jézus szenvedett, akkor az ő követőinek sem lehet más a sorsuk. A különbség az, hogy nekünk nem a bűneink miatt kell szenvednünk, azokért egyedül ő tett eleget, és ő tökéletesen eleget tett. Az ő elégtételét nem kell és nem lehet semmivel kiegészíteni, pótolni. A benne hívőknek Jézusért kell szenvedniük. Miért? Mert ez a világ annyira távol sodoródott Istentől, hogy nem tudja elviselni Jézusnak a szentségét és tisztaságát. Erre egyébként a mi Urunk előre fölkészítette az övéit, nem olyan régen részletesen beszéltünk mi a János 15-18 és következőkről, ahol azt mondja, hogy ha ebből a világból valók volnátok, a világ szeretne benneteket. De mivel ti felülről születtetek, idegen test vagytok ebben a világban, világosság a sötétségben, ezért a világ gyűlöl titeket is, meg engem is, mondta nekik Jézus. Ezért fejezi be Péter apostol a levelet így, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy Jézusért szenvednetek kell. És lehetőleg ne haragudjatok azokra, akik miatt szenvednetek kell. De örüljetek annak, ha csak ugyan Jézus miatt kell szenvednetek, mert ez azt jelenti, hogy nagyon közel vagytok hozzá. A világ tulajdonképpen Jézust üti, és ennek az ütésnek a szele éri azokat is, akik nagyon közel vannak hozzá. És ezt ők kitüntetésnek tekintik. Ez nem szégyen, és nem kellemetlen, ha fáj is, de ha az valóban Jézusért van, akkor az kitüntetés. Ezt igyekszik nagyon világossá tenni a levél olvasói számára, ezért sorolja föl hosszan, hogy közületek senki se szenvedjen, mint gyilkos, vagy mint tolvaj, gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyelje, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. És mit jelent Jézus feltámadása a benne hívőknek? Azt, amit olvastunk az elején, az első rész harmadik verséből, hogy a benne hívőket is új életre támasztja föl a Krisztus föltámadása által. Mégpedig úgy, hogy Jézus Krisztus él a benne hívőkben. Amit Pál apostol ír a Galata levélben, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ez nem valami túlzó, kegyeskedő fordulat, hanem ez is faktum. Ezt tetten lehet élni, lehet látni azoknak az életében a változást, hogy milyen volt valaki az újjászületése előtt, és milyenné formálódik az újjászületése után. Ez mérhető, látható tény.
és ezt ígéri ő a benne hívőknek. Ugyancsak a Galata levélben írja, hogy kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Egyre több jézusi jellemvonás jelenik meg a benne hívők életében. Egyre inkább hasonlítani kezd a gondolkozásuk, az életvitelük a mesteréhez. Kezd-e hasonlítani a miénk? Nyilván ennek kell, hogy legyen egy határozott, világos kezdete, és utána abban lehet előre haladni, növekedni. Megtörtént-e az újjászületés, és ez az új élet növekszik, gyarapszik, erősödik-e bennünk. Ez a váltságnak az egyik célja és gyümölcse. És a Biblia keresztjéneknek csak azokat nevezi, akikre ez jellemző. Mert a keresztjén szó azt jelenti, hogy Krisztusi, Krisztushoz hasonló. Ezt a nagy lehetőséget nyitotta meg a benne hívők előtt Jézus. És éppen ez a Szentlélek munkája. És amikor a bennünk lakozó Szentlélekről beszél, akkor erről van szó. A lélek viszi véghez ezt a változást mindannyiunkban. Hogy akit valamikor egyáltalán nem érdekelt Isten igéje, vagy ha olvasta, sem értette, annak most napi olvasmánya érti, és ahhoz igazítja az életét mindig. Ettől lesz rugalmas, fiatalos, egyre gazdagodó a lelki élete. Aki valamikor nem tudott, vagy nem szeretett imádkozni, most örömmel gyakorolja ezt, lépten nyomon, éjjel-nappal. Akinek a szíve tele volt félelemmel, és ennek következtében agresszivitással, azt most meg lehet nézni, hogy békesség és szelídség van benne. És ezt a változást nem lehetett előidézni semmiféle emberi ügyeskedéssel vagy erőszakossággal. Ez a Szentléleknek a munkája. Valaki, aki önmaga körül forgott mindig, most másokért él. Ráadásul úgy, hogy szinte észre sem veszi, mert önfeledten él másokért és hoz áldozatot. Ez a megszentelődésben való növekedés. Erről is mindjárt a levél elején ír ezeknek a keresztjéneknek, amikor azt mondja, szent az, aki elhívott titeket, és ti magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Isten szentsége hassa át egészen, fokozatosan, folyamatosan, egyre jobban a Jézus tanítványainak az életét. Egész magatartásotokban. És ennek a gyümölcse lesz az a reménység, amiről ő aztán ebben a levélben nagyon gyakran ír, és amiről majd az adventi vasárnapokon, ha Isten segít minket, többször is szó lesz. Ma ez legyen az aranymondásunk, és jó lenne, ha meg is tanulnánk, mint ahogy a gyerekek most a gyermekisten tiszteleten már tanulják a mai aranymondást. Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Legalább ezt jó lenne megjegyezni. Példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ezt hívják kereszténységnek. A kereszténység nem elmélkedés, nem statikus életforma, hanem dinamikus. Haladás, növekedés, fejlődés, szakadatlan gyarapodás van benne, és közben kifejti a maga hatását. Tudnilik, kifejti a maga hatását a hitáltal bennünk élő Krisztus, meg az ő bennünk lakozó szent lelke. Aki körül nincs ilyen áldott hatás, az vizsgálja meg, hogy elmondhatja-e, hogy él benne a Krisztus. Mindehhez pedig a Jézus Krisztussal való folyamatos és szoros életközösség szükséges. Aki tudja, hogy mit jelent az ő halála, feltámadása, szent lelkének munkája, és várja őt vissza, az folyamatos és szoros közösségben él vele. És azon keresztül ez az élő Krisztus munkálkodik. Ez egy olyan mikroklímát biztosít a hívőnek, amiben ő maga védve van, és ami kihat a körülöttünk lévő bűnnel feltőzött világra. És ez nem szűnik meg, még a halálunkkal sem. Ezért vigasztalja ezeket a keresztjéneket Péter apostol így, szeretteim,
A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad köztetek, ne háborogjatok. Nem valami meglepő dolog értiteket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. És tulajdonképpen az úrvacsora egyszerű jegyei is erről beszélnek. Halljuk minden úrvacsora alkalmával, hogy az Úrnak halálát hirdessétek. És hogy folytatódik a mondat? Amíg visszajön. Ott van az eleje is, a vége is. Az Úr halálát hirdeti nekünk a megterített asztal, és emlékeztet arra a nagy, dicsőséges vacsorára, amiről Jézus is beszélt az úrvacsora szereztetésében, hogy nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a borából, csak majd, ha veletek leszek oda át a mennyei dicsőségben. És a kettő között, itt a földi küzdelmeinkben, erősít minket, hogy Krisztus feltámadott és él, hitáltal él a hívőben is, és az ő szent lelke munkálkodik bennünk és általunk. Imádkozzunk! Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy nem nekünk kell utat törnünk az elhagyott atyai házhoz, hanem Te kiirtottad a bozótokat, és ösvényt tapostál a számunkra. Előttünk mész, és aki rejád néz, az nem téveszti el a célt. Köszönjük, hogy bátorítasz most minket is, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőpályát, és ne azokra nézzünk, akik bántanak, és ne a magunk erőtlensége miatt sopánkodjunk, hanem nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére. Magasztalunk azért, mert akiben elkezded a te munkádat, be is fogod azt végezni. Nem szeretnénk nehezíteni és akadályozni ezt. Szeretnénk teljes bizalommal megnyitni magunkat előtted, és kérünk, hogy a te szent lelked munkálkodjon bennünk. Segíts, Urunk, hogy te növekedj, mi pedig egyre kisebbekké legyünk. És a te rád jellemző gondolkozásmód és életvitel legyen egyre jellemzőbb mirejánk is. Segíts így világítani ebben a lelki sötétségben, amiben élünk. Köszönjük, hogy azt mondottad, hogy a tiéd lesznek a világ világossága. Segíts minket úgy élni, hogy látván az emberek, ami cselekedeteinket, dicsőítsenek téged. Őrizd meg attól, hogy bárkit bármivel botránkoztassunk. Segíts minket, hogy amikor mutathatjuk másoknak is a hozzád vezető utat, ne szégyeljünk téged és az evangéliumot. Kérünk, hogy beszélj mindannyiunkkal még az elhangzott igéken keresztül, és formáld nagy türelemmel és hatalommal, szeretettel a mi életünket. Könyörgünk azokért, akiknek most különösen nehéz terheik vannak. Sokszorozd meg az erejüket, adja csüggedőknek élő reménységet, a betegeknek gyógyulást, a magányosoknak te légy társuk, és küld őket társul mások mellé. Nyisd ki előttünk igéd gazdagságát, áraszt ki rejánk a könyörgésnek és a könyörületességnek lelkét. Könyörgünk gyülekezeteinkért és egyházunk megújulásáért, az evangélium hirdetéséért. Könyörgünk a messze távolban szolgálókért, és könyörgünk a mi népünkért és hazánkért. Készíts kegyelmesen jövőt ennek a népnek, és adj lelki felébredést. És ha kedves az neked, használj ebben minket is. Köszönjük, hogy folytathatjuk a csendben az imádságot. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.